Pintér Tamás polgármester és Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester adták át az elismeréseket a dunajvárosi általános és középiskolák, valamint óvodák pedagógusainak a Városháza dísztermében. Ma adtuk át a pedagógus díjakat, sajnos a vírushelyzet miatt ezt most tudtuk csak átadni a tavasz helyett, de ez semmit sem vett el ez az értékéből ezeknek a díjaknak, hiszen az itt megjelent pedagógus kollégák, tanárok, én azt gondolom, hogy olyan sokat tettek le Dunai Város asztalára, amelyre minden egyes Dunai Városi büszke lehet, hiszen tanították ők a gyermekeinket, unokáinkat, és nagyon nagy köszönettel tartozunk mindannyiuk számára. A város első embere hozzátette, saját tapasztalatai okán is jól tudja, milyen nehéz feladatot vállalnak magukra azok, akik a pedagógusi pályát választják. Dolgoztam iskolában is, ezért pontosan tudom, hogy mennyi nehézséggel, mennyi kihívással néznek szembe nap mint nap a pedagógusok, és ráadásul a mostani helyzet is megnehezíti a helyzetüket, hiszen át kell térniük lassan egy digitális oktatásra is, ami új kihívások elé nevezeti őket. Én mindegyiküknek szeretném ismételten itt a tévé keresztül is megköszönni az áldozatvállalásukat, azt a szeretetet, amellyel tanítják a gyermekeinket, unokáinkat. Elismerésben részesültek a város általános iskoláinak munkatársai, így egyebek között a Dózsa, Petőfi és az Arany János iskolák pedagógusai, míg a középiskolák között érintett volt a Lóránfi és a Bánki is. Emellett a dunajvárosi óvodák pedagógusai közül is többen részesültek díjban. A Dunajváros ifjúságáért díjat Király Balázs rendőr főtörzsőrmester vehette át. A díjazottak teljes névsorát és az eseményen készült képgalériát megtalálják a Dunajváros online cikkében.